Sziasztok, Zola vagyok a Rapid Matektól, és az érettségre fogunk most felkészülni. Elméleti síkon fogjuk átvenni, mondanám, hogy a legfontosabb témákat, de nem csak a legfontosabbakat, hanem mind a 20-at át fogjuk beszélni, egészen a halmazoktól, a függvényekig. Elméleti fókusszal megyünk, ez fontos, mert egyébként van egy gyakorlati kurzusunk nekünk a Rapid Matekkal, amikor is minden típus feladatot átnézünk, ami az érettségén előfordult. Ez annyira jól szokott menni egyébként, hogyha összepárosítom az érettségi feladatait a mi feladatsorunkkal, akkor 95%-ot lehet írni évről évre, csak a mi tananyagunkból. Ha semmit nem néztél el, csak a miénket, akkor megvan a 95%. És most egyébként, hogyha a Zola kuponkódot felhasználod, akkor az 1000 forint kedvezményt jelent neked, és részt is vehetsz egy sorsoláson, amivel visszanyered a teljes jegy árát. Csapjunk is bele! A harmadik témakör a gráfok lesznek, ami egy halál az a témakör. Mindig az első részben szokott lenni, pár pontért, sőt, talán még 3-4 pontot is be lehet húzni vele, ami azért az első részben elég masszív. És hogyha már így beszélünk arról, hogy első rész, második rész, stb., akkor pár szót talán érdemes vesztegetni arra, hogy hogyan is néz ki az érettségi. Van ugye az első részünk, 45 perc alatt kell ledarálni 12 feladatot általában, ezek ilyen 2-4 pontos feladatok. Hogyha 2 pontosak, akkor semmi levezetés nem kell, csak a végeredményt értékelik, hogyha 3-4 pontos, akkor valami mellékszámítást is oda kell írni, de ezért tök jól van számológéped, azaz ez, meg van függvénytáblázatod, mert ezekből egy csomó dolgot ki tudsz nézni, úgyhogy az indoklás az nem számít, tehát hogy az a lényeg, hogy oké, kijött a számológépből, kiolvastam a függvénytáblából, megkapom érte a 2 pontot. Tehát az első rész, 12 feladat, 45 perc, gyorsan le kell tolni. A második részre már 135 perced van, és 2 A részre van bontva. Van a 2/A rész, amiben 3 feladat van kötelező megcsinálni, 2/B rész, 3 feladat van, és abban csak 2-t kell kiválasztanod. Ami szimpi, azt megcsinálod, ami nem szimpi, azt kihagyod. És akkor így épül fel az érettségi. Az a jó hírem, hogy a második részben most az a tendencia, hogy nem egy bazi hosszú feladat van mondjuk 17 pontért, hanem az le van bontva 3-4 A részre, és akkor az már nagyon hasonlít az első részes feladatokhoz. Visszatérve a gráfokra, nagyon könnyű, amiket feladnak feladatok, viszont össze tud zavarni a készülés során, hogy egy csomó definíció van, meg fogalom, amit meg kéne tanulni, de ez nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az érettségin előforduló feladatokat megcsináld. 2 fontos dolog van. Az első az, hogy tudd, hogy mi az egyszerű gráf. Egyszerű gráfnak hívjuk, amikor 2 pontot csak egy él köt össze. Ugye ezek ilyen pontos vonalas ábrák. Csúcsoknak hívjuk a pontokat, éleknek hívjuk a vonalakat, amik összekötik a csúcsokat. A másik fontos dolog pedig a fokszámok. Hogyha nézzünk egy gráfot, mondjuk legyen itt egy 5 pontú gráf, akkor én írhatok ide ilyen mindenféle számokat. És akkor ezek a fokszámokat jelölik. Nézzük meg, hogy milyen hibákba lehet belecsúszni. Ide írtam ugye egy 5-öst. Mivel 5 pontú a gráf, egyszerű gráfokat kell ilyenkor rajzolni, tehát önmagában nem mutathat él. Ezért látjátok, hogy csak 4-et tudok kihúzni belőle, tehát 5 fokszáma nem is lehetne, max 4. Akkor ezt itt szépen át is írtuk. Még egy fontos dolog lehet a fokszámok összege. 3, 6, 10, 11, 13. Ugye azt szummázzuk, akkor ez 13. Ez se lesz jó, mert az fontos megjegyeznetek, hogy a fokszámok összege, az a páros szám lehet. Miért? Mert ugye ha behúzol egy élt, akkor ide is, meg oda is beszámítódik. Tehát minden élnek a duplája lesz a fokszámok összege. De még egyszer hangsúlyozom, hogy gráfos feladatoknál szinte mindig rajzolgatni kell. Tehát megvan a gráfunk, megvannak a fokszámok, és össze kell kötögetnünk az egyes csúcsokat egymással, vagy az élek segítségével. Tehát amikor rajzolgatunk a gráfoknál és az éleket kell behúzni, akkor mindig a nagyobbtól megyünk a kisebbek felé, tehát a 4-est először összekötjük a 2-essel, másik 2-essel, 1-1, behúztuk mind a 4 élét, bekarikázzuk, ő kész. De közben itt az 1-esek is kész vannak, nekik megvan az 1-1 élük,
Nincs más dolgunk, két kettest összehúzzuk, és kész is a gráfunk.